Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Június 2-a van, a Carmenek és az Aniták ünneplik névnapjukat. 185 évvel ezelőtt született 10. Pius pápa, aki 1903-tól 1914-ig volt a katolikus egyház feje, és 99 évvel ezelőtt született Karinthy Ferenc Kossuth-díjas író, drámaíró, dramaturg. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Munkáltatói igazolás nélkül is részesülhetnek ellátásban a gyerekek a legtöbb vajdasági óvodában. Július 1-től emelkedik az üzemanyag jövedéki adója Szerbiában. 24 új koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában az elmúlt 24 órában. Rekordszámú több mint 2500 külhoni gyerek vett részt a Miénk a Város online játékban. Új kellékekkel bővült a Topolyai dr. Hadzsi János Egészségház. Munkáltatói igazolás nélkül is részesülhetnek óvodai ellátásban a gyerekek a legtöbb vajdasági iskoláskor előtti intézményben. Eddig csak azok vihették a gyerekeket az intézményekbe, akik igazolni tudták, hogy munkavégzés miatt nem tudnak rájuk otthon vigyázni. Orvosi igazolás és az oltásokról szóló bizonylat továbbra is kötelező. Szabadkán tegnap óta alkalmazzák az enyhítést. A rendkívüli állapot megszűnése után május 11-én nyitotta meg kapuit a szabadkai óvodák többsége. Akkor még azonban csak azoknak a szülőknek, akik munkájuk miatt nem tudták másképp megoldani gyermekeik felügyeletét. Hétfő óta azonban már minden gyermek részesülhet óvodai ellátásban. Az intézményekben a védőintézkedéseket betartva várták vissza a napközis és bölcsődés csoportokat, és a továbbiakban is minden szabályt betartanak annak érdekében, hogy megelőzzék a vírus terjedését. Feltétel volt előbb a munkahelyi igazolás, valamint az orvosi igazolás. Tehát a kezdeti időszakban, tehát mintegy 40 gyerkőc tért vissza az épületünkbe, az óvodánkba, és most június 1-től viszont ez most már több. Továbbra a munkahelyi igazolásokat nem igényeljük a szülőktől, a szülők sajnos továbbra sem jöhetnek be az épületbe. Egyelőre a digitális óvoda is megmarad azon gyerekek részére, akik nem járnak be az intézménybe. Veljko Vojnić, a Nasaradost iskoláskor előtti intézmény technikai igazgatója elmondta, fokozatosan térnek vissza a régi kerékvágásba. Május 11-én 1400 óvis tért vissza, hétfőn pedig további 517 gyerek. Mint mondta, a korlátozások fokozatos feloldása a járványhelyzet alakulásával összhangban történik. Ahhoz viszont, hogy a gyerekeket fogadják, a szülőknek 48 órával előbb értesíteniük kell az intézményt. Ide a lekárski pregled, da dobiju uverenje, odnosno potvrdu da je dete zdravo i da je uredno vakcinisano i onda mi unosimo taj dodatni broj dece u plan za ishranu i onda smo spremni da primimo dete. A technikai igazgató hozzátette. Hétfőn befejeződött a gyerekek óvodai iratkozása a következő évre Szabadkán. Arról még pontos adat nincs, hogy hány magyar ajkú kicsi jelentkezett, de az már összességében látható a számadatokból, hogy mintegy 12%-kal több gyerek jelentkezett idén, mint tavaly. Július 1-től emelkedik az üzemanyag jövedéki adója Szerbiában, erről döntött a szerb kormány, írja a sajtó. Az emelés már február 1-én életbe kellett volna, hogy lépjen, azonban halasztották azt június 1-jéig, most pedig még egy hónappal kitolták az időpontot július 1. napjáig. A jövedéki adó körülbelül 1 dinárral emelkedik majd júliustól, ez pedig azt jelenti, hogy a benzin literenkénti adója 57,10, a dízel 58,72, a gázé pedig 44,59 dinár lesz. Az üzemanyag árak egyébként az elmúlt időszakban nagyot estek világviszonylatban. Ez egyebek között a kőolaj iránti kereslet csökkenésével magyarázható. A matematika teszttel folytatódott ma a próba kísérettségi Szerbiában. A végzős nyolcadikosok az iskolában írták meg a feladatsort, ellentétben az anyanyelvi és a kombinált teszttel, amit tegnap otthon tölthettek ki. A próba kísérettségi célja, hogy a diákok felmérhessék tudásukat a rendes megmérettetés előtt, amelyet június 17-én, 18-án és 19-én tartanak meg. A gyerekek a mai matek feladat sort a hatályban lévő járvánnyal kapcsolatos intézkedésekkel összhangban írták meg.
Mintegy 100 szerbiai áruszállító teherautó várakozik a Szerbia és Koszovó közötti adminisztratív határon Jarinyénél. Ennek oka, hogy a koszovói vezetés döntése szerint a területre nem jöhet be olyan áru, amelyen nem szerepel a koszovói felségjelzés. A szerbiai RTV értesülései szerint éjszaka kizárólag azok az áruszállító teherautók léphettek be, amelyek csak áthaladtak Koszovón, de a célállomásuk egy másik országban volt. A Szerbiából érkező kamionosok immár harmadik napja várakoznak az adminisztratív határ szerbiai oldalán. Hatalmas gazdasági visszaesést jeleznek előre Európa több vezető állama esetében is a nemzetközi pénzintézetek, de Szerbia jobban jöhet ki a válságból, mint ezek az országok, mondta Sinisa Máli. A pénzügyminiszter teli van optimizmussal. Mint mondta, Franciaországnál 11, Nagy-Britanniánál mintegy 15, Horvátországnál pedig 10% körüli lehet a visszaesés. Szerbia esetében viszont csupán 3%-osra becsülik a járvány miatti zsugorodást. Máli azt mondta, a gazdasági intézkedéseknek köszönhetően Szerbia még ennél is jobban teljesíthet. Stagnálást, azaz 0%-os csökkenést remélnek a GDP-t illetően éves szinten. Szerbia lehet az egyike a három legjobban teljesítő európai országnak idén, de akár az első helyen is végezhet, tette hozzá. Az IPA alapok kibővítését tervezi Szerbia és a nyugat-balkáni országok számára az Európai Bizottság, közölte Várhelyi Olivér. Az Európai Unió bővítés politikáért felelős biztosa elmondta, az EU gazdasági tervet készít az említett régióra vonatkozóan, erre pedig a jövő évi költségvetésben különíthetnek el az eddigieknél nagyobb pénzeszközöket. A tervek szerint a mostani 11,7 millió eurós alap 14,5 millió euróra növekedne. Várhelyi azt is elmondta, az Európai Bizottság célja, hogy az Unió és a nyugat-balkáni országok közötti gazdasági szakadék egyre csökkenjen. A vajdasági gazdaság viszonylag jól teljesített a koronavírus járvány idején, hangzott el azon a konferencián, amelyet ma tartottak Újvidéken, és amelyen a járvány gazdasági hatásait elemezték a résztvevők. Az online konferencián külföldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat az itteniekkel. Az érdekezletet a Vajdasági Gazdasági Kamara nagy termében tartották. A körülményekhez képest a tartomány gazdasága jól teljesített, állapították meg a résztvevők. A járvány legsúlyosabban a turizmust érintette, ahol 42,9%-os csökkenés tapasztalható, míg a külkereskedelemben 1,4%-os volt a visszaesés. A kiskereskedelem ugyanakkor 2,9%-kal növekedett. Do 1. júna u Vojvodini se vratilo 22.000 radnik. Po podacima komorskog sistema, odnosno Privredne komore Srbije koja je radila ankete, tako da manje više sada smo na jednom visokom stepenu, da kažem, povratka radnika i funkcionisanja naše privrede. Az idei év első négy hónapjára vonatkozó adatok alapján a vajdasági gazdaság 7,5%-os ipari növekedést mutat, ami elsősorban a feldolgozó ipar jó teljesítményének köszönhető. Fontosak azok az intézkedések, amelyeket a kormányok megtesznek a gazdasági élénkítés szempontjából. Itt gondolok elsősorban a Nemzeti Bank által bevezetett hitelvisszafizetési moratóriumra, gondolok az adó és járulékok fizetésének a halasztására, azokra a plusz lehetőségekre, amelyek a fejlesztési alapon keresztül válnak elérhetővé a vállalkozások számára. Az online konferencián Románia, Csehország, Marokkó, Egyiptom és Tunézia belgrádi nagykövetei mellett Franciaország, Magyarország, Csehország, a Boszniai Szerb Köztársaság, Románia és Görögország gazdasági kamaráinak az elnökei vettek részt. Huszonnégy új koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában az elmúlt 24 órában, egy személy pedig életét vesztette a kór szövődményeinek következtében, derül ki a napi hivatalos összesítésből. Ezúttal 4372 tesztet végeztek,
ebből lett 24 pozitív. A betegség szövődményeibe összesen eddig 245-en haltak bele, míg 6766-an kigyógyultak a kórból. Országszerte összesen 252.132 teszteltből 11.454 pozitív esetet szűrtek ki eddig a szakemberek. Bezárt a kapuit az Újvidéki Járványkórház. Az Újvidéki Vásár egyes számú csarnoka nem fogad már enyhébb tünetekkel rendelkező, az új típusú koronavírussal fertőzött személyt, tájékoztatott a tartományi kormány. A fennmaradó még orvosi ellátásra szoruló betegeket átszállították a Vajdasági Klinikai Központba. Őket az intézmény COVID osztályán kezelik. Az Apatini Junákovics gyógyfürdőben felállított ideiglenes kórházat május 29-én hagyta el az utolsó beteg. Az épület teljes fertőtlenítését követően a jövő héttől térhetnek vissza megszokott munkájukhoz az alkalmazottak. Mostantól kezdve visszatérhetnek a magánpraxisukba is a Vajdasági Klinikai Központ orvosai, dolgozói. Erről döntöttek az illetékesek. Eddig az állami egészségügyi intézményekben dolgozó orvosok számára tilos volt a magánrendelés, hogy ezzel is akadályozzák a koronavírus terjedését. A szabályozás egyébként nem csak az orvosokra, de a nővérekre és technikusokra is vonatkozott. Sajtóinformációk szerint a magánrendelések folytatásának engedélyezése az ország egész területére vonatkozott. Ugyanis az elmúlt időszakban javult a járványügyi helyzet. Holnaptól Szabadkán is elvégezhető a koronavírus antitestek jelenlétét kimutató gyors teszt. Erre a Szabadkai Közegészségügyi Intézet épületében van lehetőség reggel 7 és 12 óra között. Ezt megelőzően azonban ki kell fizetni a teszt árát, ami 1200 dinár. A tesztelés vérvétellel történik, az eredmény pedig 15 perc elteltével kiderül. Amennyiben negatív eredmény születik, akkor a tesztelt személy nem került kapcsolatba a koronavírus. Pozitív eredmény esetén azonban két variáció létezik. Amennyiben valakinek az eredménye pozitív lesz az IgM antitestre, akkor az azt jelenti, hogy vírushordozó, vagyis fertőz. Ilyenkor további kivizsgálás következik, majd szükség szerint kezelés és izoláció. Amennyiben a tesztelt személy az IgG antitestre lesz pozitív, az azt jelenti, hogy már kigyógyult a koronavírusból, így nem fertőz tovább. 29 új fertőzöttel 3921-re emelkedett az azonosított koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. Meghalt 5 idős krónikus beteg, ezzel 532-re emelkedett az elhunytak száma, 2160-an pedig már meggyógyultak, közölte a koronavírus.gov.hu. Az oldal adatai szerint kórházban jelenleg 427 beteget ápolnak, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Kiemelték, a védekezés második szakaszában van Magyarország. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Már Budapesten is megnyithattak az éttermek és a vendéglátóhelyek belső terei, valamint már a szabadtéri kulturális és sportrendezvények is látogathatók. Több mint 6 millió 400 ezer a koronavírussal fertőzöttek száma a világban. A halálos áldozatoké megközelíti a 379 ezret, 2,9 millióan pedig már legyőzték a betegséget. A legtöbb fertőzött az Amerikai Egyesült Államokban van, számuk meghaladja az 1 millió 800 ezret. Az USA után Brazília a második a sorban. A dél-amerikai országban csaknem 531 ezer igazolt fertőzöttet regisztráltak, 30 ezer halottat és 211 ezer gyógyult személyt tartanak nyilván. Európában, Oroszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Olaszországban van a legtöbb fertőzött. A szerb-magyar kapcsolatok kiemelkedő szinten vannak, ezt bizonyítja, hogy jelenleg 5 uniós csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitását kérvényezi Magyarország Szerbia részére Brüsszeltől, továbbá, hogy a szerb-magyar határokat is megnyitották. Mindebben azonban jelentős szerepe van a vajdasági magyar érdekképviseletnek is. Erről beszélt a Szabadkai Magyar Rádiónak Pintér Attila. Magyarország belgrádi nagykövete elmondta, az anyaország folytatja eddigi nemzetpolitikáját. A gazdaságfejlesztési programról is beszélt. Elmondta, a vajdasági magyarság továbbra is számíthat Magyarország támogatására.
a tavaly május 23-án meghirdetett július 31-én, illetve október 31-én lezárt támogatásoknak az elbírálása a végéhez közeledik. Itt nagyjából 2 milliárd forint kerül majd jóváhagyásra, illetve idén március 31-én zártuk le az úgynevezett közepes és nagyléptékű gazdasági, innovációs és turisztikai pályázatokat, ahol 58 beadvány érkezett, és ezeknek a forrásigénye 6,5 milliárd forint. Én azt gondolom, hogy ezek a számok is jelzik, hogy mekkora az érdeklődés a programok iránt, és milyen forrásigénnyel bírnak ezek a programok. A nagykövettel készült teljes interjút csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján hallgathatják meg a Szabadkai Magyar Rádióban 15 órától. Rekordszámú versenyző, több mint 2500 külhoni gyerek vett részt a Miénk a Város online játékban, tájékoztat a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság. A játékot 8. éve hirdetik meg. Idén a szokásos őszi kezdés helyett már áprilisban elindult a vetélkedő. A játékban 6-tól 10 év közötti külhoni gyerekek, óvodások és kisiskolások vettek részt, akik 8 héten át április 3-ától május 29-éig online feladatokat oldottak meg. A legjobban szerepelt 100 gyerek 100 ezer forint értékű csodasarkot, értékes könyv, valamint fejlesztő játékcsomagot nyer saját közösségének, de a csodasarkot nem nyerő játékosok is értékes jutalomban részesülnek. Az idei vetélkedő rendhagyó volt, több feladat arra fókuszált, hogy a gyerekek is megértsék, mi zajlik jelenleg a világban, és a járványhelyzetet maguk is megértéssel és fegyelmezetten kezeljék, teszik hozzá. Szólaljanak meg a harangok június 4-én délután 4:30-kor a Nemzeti Összetartozás napján, Trianon 100 éves évfordulóján, mondta Balogh Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook oldalára kedden feltöltött videóban. Hozzátette, nem csak a vírus után kell és lehet újrakezdeni. Micsoda erő volt és van abban az újrakezdésben, melyre a magyarok közössége 1920. júniusa után kényszerült, idézte fel. A történelmet őrizni, menteni és éltetni kell, emelte ki, megjegyezve, hogy a nehézségek nem igazolják az igazságtalanságot, és a konvisztátorokat nem mentik fel. Viszont az emberek önvizsgálatra, bűnbánatra és mindenek előtt hálára tanítják azok iránt, akik teljes szívvel, lélekkel, szellemmel és erővel, szent akarattal újrakezdték és folytatták az életüket emberként, magyarként, fogalmazott Balogh Zoltán. A trianoni békediktátum 100. és a Nemzeti Összetartozás megünneplésének 10. évfordulójára emlékeztek kedd délután a Vasutas helyi közösségben. Az eseményen Mészáros Zoltán történész tartott áttekintő előadást. A megemlékezésen részt vett Boros Elvira is. A VMS Vasutas helyi közösség helyi szervezetének elnöke elmondta, a visszatekintés feleleveníti a történelmet, valamint emlékezteti az embereket arra, hogy milyen következményekkel járt az akkori Magyarország szétesése. A történelem és a politika úgy alakította a sorsunkat, hogy mi külhoni magyarokká váltunk. Igaz, hogy szívünkben mi nem külhoni magyarok, hanem továbbra is teljes szívünkből magyarok vagyunk. Próbálunk itt Vajdaságban érvényesülni, megélni. Próbáljuk a kultúránkat, a művészetet, a hagyományainkat ápolni és megőrizni, és ezt a nagyon szép magyar anyanyelvet, amivel rendelkezünk, ezen dolgozunk, ezen fáradozunk, és ezt a kultúrát és történelmünket igyekszünk a fiataloknak, az utókornak is átvinni. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Falutakarítási akciót szerveztek ma délelőtt a horgosiak. Szárazabb időjárás érkezik a hét második felében térségünkbe.
Halálos áldozatai is vannak a több városban is folytatódó amerikai zavargásoknak. Chicago egyik elővárosában, Cicero-ban ketten életüket vesztették a megmozdulás során, és legalább 60 embert őrizetbe vettek, számoltak be az amerikai hírforrások. A városban több üzletet kifosztottak a tiltakozók. A Missouri állambeli St. Louisban 4 rendőrt ért találat, közölték a helyi hatóságokat Twitteren. A sebesülteket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben. 23 államban a Nemzeti Gárdát is kivezényelték, csaknem 40 városban hirdettek kijárási tilalmat, de ennek ellenére több amerikai nagyvárosban is folytatódtak a zavargások. Az erőszakos tüntetések kiváltó oka, hogy május 25-én George Floydot egy igazoltatás során 4 rendőrtiszt a földre kényszerítette Minneapolisban, majd egyikük 9 percig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, nem sokkal később pedig meghalt. Eközben Donald Trump amerikai elnök rendet ígért, ha szükséges, a hadsereg segítségével is. Görögország kifizeti azon turisták szállás költségeit, akik az ottani nyaralás alatt kapják el a koronavírust. Ezt jelentette be a görög kormány szóvivője a helyi sajtó szerint. Azzal indokolják a döntést, hogy szeretnék biztosítani a biztonságot a turisták és a helyiek számára is. A szóvivő szerint azokban az országokban, amelyekből a legtöbb turista érkezik évente az országba, folyamatosan lefelé ível a járvány görbe, így nem várható az, hogy a szezon alatt megnő majd a regisztrált koronavírusos esetek száma az országban. Korábban egyébként Ciprus is hasonló, a turisták biztonságát serkentő intézkedést jelentett be. Drasztikus árcsökkenés tapasztalható a horvát tengerparti nyaralók bérleti díjának tekintetében. A tavalyi évhez képest sokkal olcsóbbak a bérleti díjak. A kereslet viszont továbbra is szerény, számol be az Index portál. A legolcsóbb apartman bérleti díja a tavalyi szezon előtti időszakban 40 euró volt. Az idén ennyiért bérelhető a legdrágább. A nyaralók árai 2019-ben az előszezonban és a szezon után 40 és 100 euró között mozogtak, míg a szezonban 60 és 200 euróba kerültek. Idén az előszezonban 25 és 40 euró között, míg a szezonban 45 és 70 euró között mozognak a lakásárak. A szakértők szerint a szállásadók nehéz helyzetbe kerülhetnek 2020-ban, ugyanis eddig nagyon kevés új foglalás történt Horvátországban. Minden a határok teljes feloldásától függ, mondják a szakértők. Választások 2020. Kedd délután adta át a Szerbiai Szocialista Párt helyi szervezete a megszerzett támogatói aláírásokat és a jelölt listát a Magyar-Kanizsai Városházának Községválasztási Bizottságának. A lista neve Ivica Dačić, Szerbiai Szocialista Párt. A 20 neve tartalmazó lista első helyén Milica Majković szerepel. Választások 2020. Új kellékekkel bővült a topolyai dr. Hadzsi János egészségház. Az 1,8 millió dinár értékű köztársasági támogatásból új elektromos és hagyományos kerékpárokat kaptak a terepen szolgálatot teljesítő nővérek, valamint az egészségház több részlege is új berendezéssel gyarapodott. A topolyai dr. Hadzsi János egészségház a szerb kormány által korábban elindított népesedési és családgondozási cselekvési program keretében nyert támogatást. Az összeget egyebek között elektromos és hagyományos kerékpárok beszerzésére fordították azon nővérek számára, akik terepi szolgálatot teljesítenek, valamint kismamák tanácsadását végzik. Ezen kívül kaptunk felszerelést a szülészet számára, mégpedig a terhes iskola biztosításához, tehát babákat kaptunk, ahol az anyukák, a jövendőbeli anyukák gyakorolhatják a újszülöttnek az ellátását. Labdákat kaptunk a terhes iskolához. A helyi ifjúsági tanácsadói iroda is új eszközöket kapott, kivetítővel és számítógépes felszereléssel bővült. Ezek a műszerek és
segédeszközök sokat fognak segíteni. Öröm számomra, hogy ezt az egészségház számára mit tudta biztosítani a kormány, és azt gondolom, hogy a következőben is mindennek teszünk annak érdekében, hogy ez az intézmény, ahol hiányt szenved, ezt bebizonyította azt gondolom a koronavírussal kapcsolatos tevékenység, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a topolyai ellátás, ami az egészségházat és az egészséget illeti, ne legyen hiányosság. Topolya polgármestere hozzátette, ez csak egy része annak, amit az önkormányzat népesedési és családgondozási programja keretében megvalósít. Ide tartozik ugyanis mindaz, amit a diákok úti költség támogatására fordítanak, valamint a szociális ágazat keretein belül is jelentős támogatást nyújtanak. Ismét fogadhatja új felhasználóit a Szabadkai Gerontológiai Központ, jelentette be sajtótájékoztatón Nenád Ilvánisevics, a központ igazgatója. A beköltözés előtt a felhasználóknak fel kell mutatniuk a 72 órásnál nem régebbi koronavírus tesztjüket, amivel bizonyítják, hogy nem fertőzöttek. Ezután pedig két hétig elkülönítve az intézményen belül erre biztosított helyiségben megfigyelés alatt kell lenniük. A központ igazgatója ismertette, hogy néhány eddigi munkatársuk állandó munkaviszonyba állítására kaptak engedélyt a szerb államtól. Dobili odluku Vlade Republike Srbije da možemo na neodređeno vreme, što je veoma značajno, da primimo naših 6 koleginica i kolega koji su medicinski tehničari, 18 negovatelja koji su bili duže vreme primljeni na određeno vreme i sa ovim oni rešavaju svoj status, dakle mogu da računaju na trajno zaposlenje. Falutakarítási akciót szerveztek ma délelőtt a horgosiak, mintegy 25 önkéntes gyűlt össze a művelődési ház mellett, akik füvet vágtak, gerebjéztek és szemetet szedtek. A céljuk az volt, hogy a falu egyik legforgalmasabb része megszépüljön. Több száz virágot ültettek el kedden délelőtt Horgoson. A Magyar Kanizsai Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat munkatársai begóniákat, muskátlikat, vinkákat és büdöskéket is ültettek. Megszépült a horgosi művelődési ház előtti tér. Jelenleg is szépítjük a falu központját, virágültetés folyik, fűnyírás, takarítás, muskátlikat helyeztünk ki a oszlopokra. A 25 önkéntes között voltak fiatalok és idősek is egyaránt, akik gerebjéztek, gallyakat és szemetet szedtek, valamint füvet vágtak. A falu szépítő akció célja a játszótér rendbetétele, valamint a közterületek szépítése volt. Ez az akció azt szolgálja, hogy az emberek sajátjuknak érezzék ezt a települést, fontosnak érezzék azt, hogy tenni kell érte valamit, és csak is akkor lesz valami szép és jó és kellemes, hogyha teszünk is érte. És az emberekben is van egy jó érzés, hogy ő tett valamit a falujáért, nem csak kritizált, hanem tehát pozitívan állt hozzá. Sors Róbert hozzátette, tervben van még a piasztér rendbetétele, valamint további virágokkal díszítik majd a köztereket a faluban. Bár a nyár még várat magára, a Zenta község önkormányzata már készül a strand szezonra. A tervek szerint június 15-én megnyílik a Népkertben lévő kék medence, és a Tisza melletti strandokat is rendbe teszik. Zentán több strandolási lehetőség közül is választhatnak a helyiek. Először is a kék medence partján lógathatják a lábukat. Itt már megkezdődtek az ilyenkor szokásos karbantartási munkálatok, és a tervek szerint a hónap közepétől megkezdi a működését, természetesen a meghatározott egészségügyi szabályok betartása mellett. Tehát a kötelező távolságtartás, a fertőtlenítés, mondjuk a kék medencénél a fürdés előtt kötelező a zuhany használata és a többi előírás betartásával. Amit még szeretnék mondani, az, hogy a belépjegyek árai a kék medence nem változnak, tehát a múlt évi marad. A jegyárak tehát a következőképpen alakulnak. Az 5 év alatti gyerekek ingyen használhatják a medencét. Az ennél idősebb korosztály és a felnőttek pedig 120 dináros áron tudnak belépőt vásárolni. Emellett egész szezonra szóló jegyet is válthatnak 3000 dináros áron. Akadnak azonban olyanok is, akik inkább a természetes vizeket részesítik előnyben. Zenta polgárai 3 strand közül választhatnak, a Tisza hűs vizét szeretnék élvezni a nyári forró napokon. Először is a mögöttem látható úgynevezett zentai oldalon lévő strandon, emellett a csókai oldalon is egy strand áll a rendelkezésükre, valamint a halászcsárdán is élvezhetik a Tisza hűs habjait.
A strandok rendezése hamarosan befejeződik. Ott jártunkkor már az utolsó simításokat végezték a hídlábánál lévő strandnál. Nem sokára megkezdik a Halászcsárdánál lévő fürdőhely rendezését is. A bánáti oldalon lévő strandon még vannak ott hagyott, kivágott farönkök, de a polgármester ígérete szerint hamarosan elszállítják őket, és ott is megkezdődhetnek a munkálatok. Augusztusban rendezik meg a Palicsi Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválját. A sorrendben 27. szemlét a megszokottnál valamivel később, augusztus 8-a és 14-e között tartják. Az előzetes bejelentések szerint a programban több mint 100 filmet vetítenek le, ebből pedig több alkotás is premier lesz. A filmrajongók a Palicsi szabadtéri színpadon, illetve az Eurocinema, az Abbázia és a Livka moziban tekinthetik meg az alkotásokat. A filmvetítés mellett koncertek, kiállítások és szakmai előadások is színesítik a fesztivált. Szerdától stabilizálódik az időtérségünkben, szárazabb napok jönnek, sőt a hétvégén akár már 30 fok fölé is szökhet a hőmérő higanyszála. Holnap még elvétve előfordulhat zápor zivatar térségünkben, és 20 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Csütörtökön már 25 fok lesz, és esőre nem kell számítani Vajdaság területén. A hosszú távú prognózis szerint komolyabb lehűlés már nem várható június folyamán. Esős időszakok lehetnek, de úgy tűnik, hogy az időjárás lassan alkalmazkodik a meteorológiai nyár érkezéséhez. Foci kedvelő fiúk és lányok jelentkezését várja júniustól a Hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub. A fiúk 5-től 19 éves korig, míg a lányok 5-től 13 éves korig tudnak csatlakozni. Az érdeklődők a klub Facebook oldalán, valamint személyesen Tesics Ervinnél jelentkezhetnek. Az utánpótlás edző arra is felhívta a figyelmet, hogy júniusban foci táborral is készülnek az ifjú tehetségeknek. Az edzések pedig az óvintézkedések betartása mellett visszatértek a régi kerékvágásba. 3 hete kezdtük el az edzéseket. Ugye bizonyos óvintézkedéseket kell tennünk, teszem rá, kint öltözünk a lelátón, amikor a fiúk megérkeznek, akkor kezet fertőtlenítünk, mielőtt hazamennek, ugyanezt megtesszük, lázat mérünk, illetve ugye természetesen ilyen apróságok, hogy mindenki a saját kulacsát használja, másikból nem bír, illetve hogyha van valamilyen hulladék, azt egy közös helyre kell, hogy eltároljuk. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Munkáltatói igazolás nélkül is részesülhetnek ellátásban a gyerekek a legtöbb vajdasági óvodában. Július 1-től emelkedik az üzemanyag jövedéki adója Szerbiában. 24 új koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában az elmúlt 24 órában. Rekordszámú több mint 2500 külhoni gyerek vett részt a Miénk a Város online játékban. Új kellékekkel bővült a topolyai dr. Hadzsi János egészségház. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban ismét jönnek a reggelis fiúk, még a Szabadkai Magyar Rádióban a napindítót hallgathatják. Itt a televízióban most következik a Forog a kamera, benne a Színésznő című magyar játékfilm. Szép estét kívánok, viszontlátásra!